Na, sziasztok, én Klomán vagyok, és ebben a videóban folytani fogjuk az Assassin's Creed végigjátszásunkat. Ugye pár az előző rész végén az történt, hogy hát, hogy is mondjam, egy küldetés során Altair és az Assassin társai, hát egy problémába akadtak, és Altair ezt úgy akarta hát letudni, hogy szembeszáll a templomosokkal, ahelyett, hogy lopakodva hát így elsunnyognának, mint ahogy az asszaszinok szoktak, ugye bár is kerülnék a konfrontációt. Hát Altair úgy volt, hogy inkább szembeszáll velük, és hát ez eléggé hát balúsult, ugyanis Altairnek a társai odavesztek, vagy hát legalábbis az egyik odaveszett, és később a templomosok ezért hát megtámadtak bennünket, és hát egy csomó asszaszin társunk odaveszett, és a mesterünk ezért hát nagyon nem volt ránk büszke, hogy miatt oda veszett egy csomó asszaszin, és hát leszúrt bennünket, de nem haltunk meg, hanem csak simán csak leszintezett bennünket, elvette úgymond a rangjainkat, és hát most már ismét hát kezdők vagyunk, tanoncok, és hát a felszerelésünket is elvette, úgyhogy az egész asszaszin karrierünket most előről kell kezdeni, hogy ismét elnyerhessük a mesterünknek a bizalmát. Hát igen, ez már csak ilyen. Death's embrace. You saw what I wanted you to see, and then you slept the sleep of the dead, of the womb, that you might awake and be reborn. To what end? Do you remember, Altair, what it is the assassin fight for? Peace, in all things. Yes, in all things. It is not enough to end the violence one man commits upon another. It refers to peace within as well. You cannot have one without the other. So it is said. So it is! But you, my son, have not found inner peace. It manifests in ugly ways. You are arrogant and overconfident. Were you not the one to say that nothing is true and everything is permitted? You do not understand the true meaning of the phrase, my child. It does not grant you the freedom to do as you wish. It is a knowledge meant to guide your senses. It expects a wisdom you clearly lack. Then what is to become of me? I should kill you for the pain you've brought upon us. Malik thinks it only fair. Your life in exchange for his brother's. But this would be a waste of my time and your talents. You'll see you have been stripped of your possessions, your rank as well. You are a novice, a child once more, as you were on the day you first joined our order. I'm offering you a chance at redemption. You'll earn your way back into the Brotherhood. I assume you've something planned. First, you must prove to me you remember how to be an assassin. So you'd have me take a life? No. Not yet, at least. For now, you're to become a student once again. There is no need for this. Others tracked your targets for you, but no more. From today on, you will track them yourself. If this is what you wish. It is. Then tell me what it is that I must do. We have been betrayed. Someone was assisting Robert de Sable. Mm-hmm. One of our own. You must find him and bring him here for questioning. What can you tell me of the traitor? Ah, but that's just it. I've given you all I will. The rest is up to you. Hát igen. Sajnálatos módon mindenünk oda veszett. Igen. És írja, hogy a kardunk is oda veszett, a rejtett pengénk is, mindenünk konkrétan. Hát igen. Sajnálatos módon a mesterünk csalódott bennünk. Szégyen hoztunk az egész asszaszin társadalomra, legalábbis azokra, akik itt vannak az erődben, ugyanis egy csomó asszaszin társunk oda veszett. Azért, mert mi túlságosan arrogánsak és magabiztosak voltunk. És hát emiatt a drága asszaszin társaink szívták meg. Hát igen. Ez sajnos. Ez így alakult. De ez persze nem akadály Altair számára, ugyanis elmegy, hogy visszanyerhesse az asszaszinok bizalmát azoknak az asszaszinoknak, akikre ugyebár szégyent hozott. De nem probléma, mert Altair kitartó, és mindent megtesz azért, hogy az asszaszinok ismét, hát jó szájízzel, hát emlékezzenek rá. Hogy hát valami ilyesmi, és most el kell kapni azt az árulót, aki hát állítólag itt van köztünk. Aki ugyebár segített Robert de Sablénak, amikor éppen megtámadtak bennünket. Safety and peace, Altair. You're in my way. Yes, Al-Mualim has asked that I assist you. Remind you how it is we hunt our prey. I know how it works. Be that as it may, I have no desire to disobey. Then be quick. The Assassin have many tools at their disposal. Yes, yes. We can eavesdrop, we can pickpocket,
or we can use violence to intimidate. Good, you remember. So you'd have me walk amongst the others and learn what I can about the traitor? Yes. Begin by going to the village market. That's where we first spotted the traitor. You know who it is? Perhaps. Then give me a name and let's be done with it. That's not the way it works. Now go. And remember, begin your search in the village market. Na jó, van, akkor el kell menjünk most a piacra ezek szerint, mert hogy állítólag ott látták először az árulót, aki hát segített Robert de Sablé-nek, és hát ezért hát tudjuk, mit érdemel az áruló. Na mindegy, ezt amúgy is majd látni fogjuk, hogy majd mit kap, még ezt tudom egyelőre. Na de, van egy olyan sejtésem, hogy hát nem lesz túl kellemes az ő számára, a miénkre, annál inkább. Oly, és hát nem mellestek a felszerelésünk mellett, ugyebár a képességeinket is elvették, csak egyetlen egy maradt meg, az is nyilván az alap parkour. Úgyhogy a játék során lesz majd még mit visszaszerezni. Na itt is volnánk a kijelölt helyszínen, és itt nem más fogunk csinálni, mint eavesdroppolni, amit hát... hát lefordítva inkább nem szeretnék, helyett inkább úgy mondom, hogy ez nem más lesz, mint a kihallgatás, vagy hát a nem a kihallgatás, hallgatózás inkább, úgyhogy az lesz majd, hogy kettő bizonyos személy hát beszélget egymással, és nekünk azt úgymond le kell hallgatni, úgyhogy ott vagyunk a közelben, és hát elvegyülünk a tömegbe, leülünk egy padra például, itt most nekünk azt kell csinálni, pont. Bosun opened the gate. He let the Templars in. Then you must tell Al-Muallim. I can't. Masun did not act alone. Someone inside the fortress helped him. What makes you say this? He exchanges letters with someone inside. The basket weaver carries them for him. That's no reason to stay silent. Ah, but the weaver delivered him a letter just before the attack. I suspect it held the order to open the gate. Then speak to the weaver. He can name Masun's accomplice. He's disappeared. Hiding for fear of being dragged into this. Probably inside one of his own baskets. Na hát, mint ahogy kiderült, mert hát mint kiderült Altair hallgatózásból, hát egy profi, hát ő számára itt nincs akadály. Na, mint kiderült, az áruló hát nem egymaga dolgozott, hanem valaki besegített neki, ugyanis azt hiszem volt, ha jól értettem, volt valamilyen csávó, aki kosarakat árul, meg kosarakat köt, és hogy ő kapott valamiféle levelet, és hogy állítólag őnek is szerepe volt ebben, hogy a templomosokat beengedték ide a faluba, és le tudták igázni a népet. Na, hogy nézem, ez a csaj is észreveszi, hogy itt valami nincs rendben ezzel a fazonnal, valamit nagyon rejteget. Hát igen, egyértelmű, hogy ő részese ennek az árulásnak, és ő részese annak, hogy a templomosok ide bejutottak. Pickpocket. Igen, jaj, most azt kell, hogy az a levél, amit ugye bár ő kapott, azt nekünk hát el kellene venni tőle, hogy megnézzük, hogy mi is ennek a levélnek a tartalma. És most azt kell, hogy utána kell menni észrevétlenül, és majd el kell tőle lopni. Csak várjunk, csak akkor valaki imádkozó oda settenkedni hozzá, hogy hát, ha így nem lesz annyira feltűnő. Oké, kijelöltük, már csak oda kell menni hozzá nagyon közel, és akkor majd pickpocketeljük. Jó, oké. Úgy ne menj erre, merre nem lesz túl sok szemtanú, így nem fog feltűnő lenni, hogy én lopom el a... Hobasz meg! Jó van, bocsánat, öcsém. Hirtelen megváltozott neki a hangja. Jó, oké, ezt megoldjuk. Tesz egy kört valami. Nem baj. 2007-es játéknak az AI-ját, hát nem vonjuk kétségbe. Ez ekkoriban biztos nagyon jónak számított, vagy hát én nem tudom. Akkoriban annyira nem nagyon gémeltem olyan játékokkal, amikben ilyen komolyabb AI volt. Na hát, igazából ez a levél, ez hamar megszereztük. Na, akkor most már tudjuk is, hogy merre kell tovább. Ez érdekesen nézett ki. Na, most már tudjuk is, hogy hova kell tovább menni. Nagyon jó. Oké, most ide kell jönni. Pontosan. Ó, itt van valamiféle hírnek, hogyha jól sejtem. Á, igen, itt is van. Aha, szóval kicsit távolabb kell menni hozzá, és úgy kell őt kijelölni. Things you say. A traitor? I'm not a traitor. It's Al-Muallim who's betrayed us. Oh, ez a szemét.
Azt mondja, hogy ő nem áruló. Al-Mualim, a mi asszaszin mesterünk az, aki elárulja ezt a népet. Őrült ember. Al-Mualim, a mi mesterünk őrült, hogy hagyjuk már ezt a hülyeséget, öcsém. Hát ez. Így beszélni a mi senseinkről, a mesterünkről, hát ezt nem fogjuk így megtorlatlanul hagyni. Szerintem ez a csávó tud valamit, hát ki hitte volna. Akkor most megvárjuk, hogy egy ilyen rejtett helyre... Nem követlek, öcsém, Isten ments. Hát tudod, Isten ments, mert így imádkozok. Hogy elhitt, hogy nem követlek. Na menj már! Menj már! Úgy menjél csak. Megvárjuk, amíg egy ilyen eldugott helyre elmegy, ahol csak kettesbe leszünk, vagy legalábbis nem lesz túl sok szemtanú, mert akkor ott majd elverjük, és hát majd megtudjuk tőle az igazságot. Kivallassuk. Hogy a játék is mondja. Hogy basszus. Az irányítás az kicsit olyan nehézkes, főleg így, hogy már egy csomó Assassin's Creed-del játszottam. Jó. Hopp. Jó, oké. Na te sem, nagyon jó helyen vagy. Na akkor most elverlek. Az igen, tud blokkolni a szemét. Újjajajaj, az ő is tud. Úgy odahajítsuk. Na te sem, akkor kezdj el csak szépen csiripelni. Ki hitte volna? Ez az áruló csávó, hát ugyan mégis ki a fene gondolta volna, hogy ő a templomosokat szolgálja, mert ő igazából bennük hisz, bennünket asszaszinokat meg elítéli. Hát igen, így hálálja meg ezt a szemét, hát elárul bennünket, hát ez. Na, és most elvisszük őt a mesterhez, Al-Mualimhez. Na, lássuk csak, mester, mit szól hozzá? Na, elhoztam az árulót. Na, mester, itt van. Na, mondd, mit kezdjünk vele? Lépjük ki mind a 10 körmét? Vagy? Most még büszke is arra, amit tett. Tehát, hogy nem is bánja azt, hogy elárul bennünket. Ő felvállalja. Hát, ez... Meggratulálok. Hát... Kellett neked elárulni bennünket. Az igen, a vér az hamar lejött a kardról. Na most, hogy elkaptuk az árulót, most a mester visszaadta nekünk a kardunkat. Vagy hát ez nem a mi kardunk, de adott nekünk egy kardot. These men must be destroyed. Soon enough, we'll know what sort of man Jamal is. I've passed your test then. What now? Viszont még nem nyertük meg teljesen a bizalmát a mesterünknek. És még csak most kezdtük el. Jibár ez ő kis tesztét, vagy micsodáját. Olga, és most ad nekünk egy listát. Rajta 9 névvel. Igen, és... Ez a 9 név, ez egy, hát, ez a 9 név, ez 9 embert takar, akiket hát meg kell ölni, ugyanis hát ezek gonosz emberek, nagyon rossz emberek, kabzsik, meg más embereknek ártanak, és hát lényeg, hogy menniük kell. 9 életet kell kioltanunk ahhoz, hogy a mesterünk teljes mértékben, hát higgyen bennünk, és visszanyerjük neki a bizalmát, szóval... A legelső célpontunk Tamir. Valamilyen fekete piaci... Valami olyan ember, aki a fekete piacon munkálkodik, ez a Tamir. És el kell most mennünk... It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. You answer not only to me, but all the Brotherhood as well now. What am I going to do? Take your equipment and go. Na, legalább a kardot visszakaptuk, ez már haladás. Még igaz, hogy még mindig egy csomó mindenünk hiányzik, de jó van.
Ó, ez az, és még megkaptuk a rejtett pengénket is. Na, de jól néz ki, itt jó éles lehet. Na, ez az. Most már rejtett penge is megvan. Zsír. Na. Oké, akkor már megvan a kardunk és a rejtett pengénk. Nagyon király. Na, akkor első célpont, akit meg kell ölnünk. Első a 9-ből, nem más, mint Tamir, aki, ha jól értettem, Damaszkuszban van és a fekete piacon munkálkodik, és hát egy nagyon gonosz kabzsi ember, és hát... hát mindig, hogy meg kell őt ölni, mert hát akkor a többi embernek majd jó lesz, ha ő nem lesz. Ó, és most valami harci gyakorlat lesz, vagy mi? Ajaj. Deflect. Ó, jaj, hát az alapokat tanítsa meg. Balshiftet lenyomva tartsuk, azzal tudunk védekezni. Hát, nem mint hogy ezt eddig nem tudnám, de jól van játék, na belemegyek. Na, csapasd a csém. Oké. Na és? Most? Ezt a tippet most nem tudom miért adta itt be bal oldal, de jó van. Ó, és itt most... ja igen, most a kombózásom is tudod, hogyha nyomogassuk a bal klikket, hogyha pont akkor nyomjuk meg megint a bal klikket támadást, amikor hát a kardunk éppen hozzáér az ellenfélhez, akkor tudunk valamilyen kombókat elintézni, valami kombó kilt. Hát... hát jól van, hát akkor lássuk ezt, hogy kell. Ez végül is annyira nem volt nehéz. Na mindegy. Nos, mivel sikeresen megtanultuk ezt a rendkívül hasznos harcmozdulatot, és emellett még visszakaptuk a rejtett pengénket és a kardunkat is, én úgy gondolom, hogy útnak indulhatunk, és hát megkereshetjük a legelső célpontunkat, Tamirt, és hát... és hát vessünk véget az életének, mert hát asszaszinok vagyunk, és hát meg kell ölni az, aki éppen jelenleg a célpontunk. Mivel hogy ez majd később másoknak jó lesz. Igen, asszaszinok hát részben erről szólnak, a békéért és az emberek jogaiért küzdenek, az elnyomás ellen. Hát igen. Na itt is volnánk a falu bejárati kapujánál. És ó, itt is van már három ló, ami a rendelkezésünkre áll. So, hello. Ti asszaszinok, ti véditek nagyba a falut. Ügyesek vagytok, nagyon-nagyon zsír. Hogy kell felszállni? Na, ez az, végre sikerült, na, zsír! Na hát akkor, itt ez de egy végre elhagyjuk Massiafot, és itt az idő elindulni Damaszkuszba, ugyanis ott vár bennünket a legelső célpontunk, akinek az életének hát véget kell vetni, nyilván nekünk, úgyhogy induljuk. Ó, hello, hölgyem, kirándulni volt, már megy is vissza a faluba, a zsír. Ó, azt a, na hát, micsoda táj, hát ez nagyon zsír. Altair már most élvezi az utazást lóháton. Ó, mi ez? Ez itt a határ? Hát ezt átugrottuk, hát ez nem volt nehéz. Na hát akkor irány Damaszkusz. Ó, egy pillanat, azt hittem már, hogy ez majd ránk fog dőlni, nem tudom, valahogy olyan kiállása volt neki. Na hát már nincs is olyan messze. Vagy ó, hát hát ugyan ki gondolta volna, hogy ez majd töltőképernyékből fog majd állni. Na mindegy, hát ez elvégre is érthető. Nya. Na akkor... hát jól sejtem, ez még nem Damaszkusz. Valahol... hogyha jól sejtem, ez a torony, ez itt egy olyan dolog, hogy... ha felmászok a tetejére és hogyha szinkronizálom, akkor... ki fogja majd mutatni, hogy mi van itt ez a torony körül, tehát a térképen mutatni fogja majd a dolgokat, és úgymond hát utána majd láthatóvá válik itt a tájnak ez a része, szóval akkor itt másszunk is fel szerintem. Jó, itt erre jövünk szépen. Így né. Oké, most így az ablakokra. Nagyon zsír, nagyon király. Amúgy nagyon jó, hogy pont így van díszítve ugyebár ez az épület, hogy pont fel tudjunk rajta mászni, tehát pont van mibe kapaszkodni. Úgyhogy mondjuk az AC játékokban kicsit furcsáltam, hogy ilyen tehát, hogy pont jól vannak feldíszítve, és pont olyan kiálló részek vannak benne, hogy fel tudjunk rajtuk mászni az épületeken. Ez hát azért gondoltak itt az asszaszinokra. Na, zsír.
Akkor itt most szépen lemászunk, mert most nem ugrunk le, mert nincs hozzá kedve. Jó, ez érdekesen néz ki. Igen, igen, hogyha a viewpointokat ugyebár szinkronizálom, akkor kimutassa majd a közelben levő dolgokat. Ojajaj. De ennél stabilabban is hát érkezhettem volna, de most előfordul az ilyen. Na, fel a pacira. Na, akkor menjünk. Az igen, opa, is feltettem, hogy itt a kardot is elő lehetett venni, és lehetett ugyebár így a lóról így kardozni és így harcolni, hát ezt azért feltettem, mert nem sokat használtam. Ó, hát ezek kicsodák. Ó, jaj, fiúk, mit akartok? Hagyjatok már békén. Mit ártottam én nektek? Most mondjátok meg. Ó, bazd meg. Ezek fellöktek, hallod-e? Ujjjj. Ó, bassz, ugye is feltettem, hogy itt még nem tudok counter-ötekkelni. Ajjaj, hát ez így ennyire nem lesz jó. Na mindig, így is elverlek benneteket. Azon nem újjon. Ajjaj. Na hát te ennyi voltál. Hát neked is véged van. Hát ez nem volt igazából olyan nehéz. Na mindegy, akkor pattanjunk fel a lóra, és folytassuk utunkat Damaszkusz felé. Na, no, csak mit látnak szemem, csak nem már megint egy kilátópont. Hát akkor szerintem ezt is beszinkronizáljuk, mert hát az ilyenekkel ezt kell tenni, és jó lesz, amikor először is a lóról is. Az igen, na hát, ez a te tornyod, te véded? Na hát. Hát, túl nagy kihívást nem jelentettél, öcsém, úgyhogy az idő megmászni a tornyot, vagyis hát előtte azért megöljük itt a torony felügyelőket, mert hát ezek itt zavarnak. Na, így ne. Most már mászhatunk is felfelé. Úgy ne. Pont itt vannak ezek a kiálló részek. Nagyon praktikus ez így, hogy pont így van feldíszítve ez a torony, hogy pont van olyan dolog, amiben lehet kapaszkodni. Ez nagyon jó így. Na. Így ne. Már egyre inkább közeledünk a teteje felé. Úgy ne. Itt is van ez a kilátópont. Az igen, nem is kell rá, úgy is tudnék szinkronizálni, de mindegy. Inkább így szinkronizálok, mert így a helyes. Hát ez a hely, ez mérsékelten gyönyörű. Inkább így fogalmaznék. Na, akkor ugrás. Hui! Tökéletes. Na, oké. Ide is leugrunk. Hoppá. Ó, és pont itt van egy ló a közelben. Hát akkor ezt itt most kölcsönveszem. Na akkor menjünk is tovább. Ó, azt is itt nem ugorhatok le szerintem. Muszáj körbe menjek. Nem tudom amúgy, hogy az út mennyire lesz hosszú Damaszkusz felé, mert hát szerintem nem lesz annyira rövid, de bár mondjuk igazából kimutassa itt a távolságot ott a kis térképe, vagy hát kis térkép ez inkább radar. Mert térképnek annyira nem nagyon nevezném ezt itt, de mindegy. Az igen, most ez tényleg olyan nagy baj, ide jöttem assassinként, és én itt nagyba lovaglok? Hát ez tényleg olyan nagy baj? Hát most ennyire nem kedvelni az assassinokat, hát ez hihetetlen. Hát az assassinok azok pedig jó emberek, hát azok ártatlanokat sosem ölnek meg, kivéve, hogyha a játékos pont úgy akarja, és nem mindegy, szerintem közeledek Damaszkusz felé, mert hát térképeken mutassa, hogy Damaszkusz arra fele van. Úgyhogy jó irányba megyek. Az igen, egyre több katona van itt. De hát, engem ezek nem állítanak meg, úgyné, Damaszkusz errefele lesz. Ah, ezek a pálmafák, ajaj, de szép ez a táj. Ott van az a víz is, hát oda a vízből de nem esetek bele, mert hát eddig elfelejtettem mondani, hogy Altair az nem tud úszni. Hát igen, ez sajnos már csak ilyen. Altair úszni az sajnálatos módon nem tud. Hát, mit csináljuk? Ez van, ezt kell szeretni. De itt mennyi katona van itt? Mi történik itt amúgy? Ezt az ászlót kölcsönvettem? Hát, ezt nemnek veszem, de nem baj, hogy függetlenül kölcsönvettem, de mindig hagyjatok engem békén. Én csak egy asszaszin vagyok, akinek kell ez az ászló. Hagyjatok békén. Na, szerintem már annyira nem is vagyok messze a Damaszkusztól. Szépen haladok. Ó, mik ezek a sátrak? Ez valamilyen katonai tábor, vagy mi ez itt? Na mindegy, inkább nem szeretném megtudni, mert szerintem ezek a katonák engem, mint asszaszint, hát nem látnak olyan szívesen itt errefelé. Na hát. Itt is van Damaszkusz. Hát, ez gyönyörű. Azok a fák ott kevésbé azok, de nem baj. Meg is érkeztünk. Itt van az úti célunk. Elérkeztünk hozzá. Nem más, mint Damaszkusz.
lesz az első célpontunk, akit meg kell, hogy öljünk, mert hát asszaszinok vagyunk. Na hát akkor menjünk is, és nézzünk körül Damaszkuszban. Hát nem kis... Hát ez nem tűnik kis helynek, úgyhogy majd muszáj lesz körbe szimatolni ahhoz, hogy megtaláljuk őt, és... Azt a átejnek nem semmi kiruccanása lesz itt Damaszkuszban, főleg úgy, hogy egyből kezdésnek, amint ideért egyből egy ilyen... Főleg, hogy amint megérkezett, egyből itt van egy ilyen árus. Csak tessék! Én árulni friss gyümölcs! Dinnye barack, kivi mit az, ami csak embernek kell lenni? Ezek itt mind lenni nagyon friss? Olyannyira friss lenni, hogy ezeket alig 10 perc venni Tesco-ban és most árulni ezeket 10%-kal drágábban. Megvenni ezt nálam lenni legjobb döntés? Hát nem is tudom, szerintem Altairnek itt valami nagyon gyanús. Szerintem ez az árus itt biztos át akar bennünket venni, szóval az lesz a legjobb, hogy elpusztítjuk neki a standját. Meg akkor már egy kicsit őt is megsebezzük. Utána szépen felmászunk neki a standjának a tetejére, és hát amit a gamerek általában szoktak, hát tíbegelünk. Meg még igazából egy ilyen vetődés belefér, hogy né, ez is megvolt. Hát akkor szerintem be is fáradhatunk Damaszkuszba. Az igen, amint be szeretnék végre menni Damaszkuszba, hát mit látok basszus, a szerencsétlen embert itt csesztetik ezek a katonák. Haj, hát ezt így nem hagyhatom, muszáj, hogy megmentsem ezt az embert. Hát ezt mégis hogy képzelitek ti? Nem is csinál semmi rosszat. Nem tudom, de biztos nem csinált, szóval na hagyjátok szépen békén, mert ha nem, akkor hát... ez igazából felesleges folytatni, mert tudjuk, hogy lesz. Na, egyből amint megérkeztünk Damaszkuszba, egyből elkezdünk harcolni a katonákkal, akik ezt a szerencsétlen embert hát zaklassák. Hát eddig azt kell mondjam, ez a damaszkuszi vakáció eddig nagyon jól alakul, hát még csak be sem mentünk magába a városba, és hát egyből, hát ez nagyon király. Ja, de legalább megmentettük ezt az úriembert, hello. Hős. Hát nagyon szépen köszönöm, annyira magam azért nem nevezném hősnek, de azért... Ó, azok meg kicsodák, hogy izé a karmistok, vagy Ivan the Cartoon Makerek, vagy izé... István atya tanoncai, vagy kik ezek? Ezek valami imádkozó sáskák, úgy nézem. Ó, hogy... Moving Hiding Spot. Ó, hogy ezek így sétálnak, és... Ó, szóval megy... Na, azért csak megtalálja magát. Tehát, hogy ezek így sétálnak, és közben így imádkoznak, és... El tudok vegyülni köztük, és így nem leszek feltűnő, és így... Ó, na hát ez tényleg egy mozgó búvóhely mondhatni, hát ezek hát köszi tesók, hogy így mentek, mert így most, hát amúgy mekkora szerencsem, úgyhogy az én köpenyem is majdnem olyan fehér, mint a tiétek, ha bár az enyém kicsit azért hát másmilyen, de mindig nem számít. Amúgy ez a, oké, az igen, és beengednek, nem tűnik fel nekik, hogy én asszaszin vagyok, na hát így kell inkognitóban maradni, és bejönni Damaszkuszba. Amúgy ezek ketten, ez a kettő oldalsó, hát ilyen nagyobb imádkozó sáska, vagy nem tudom micsodák ezek. Úgy néz ki amúgy, ezek ketten jobb és bal oldalt úgy néznek ki, mint Bud Spencer kicsit. Hát nem tudom, de azért engem legalábbis ráemlékeztetnek. Na mindegy, hát nagyon örülnék neki, hogyha a ti társaságotokban tudnék egy ilyen városnéző sétát megcsinálni, csak hát tudjátok, én asszaszin vagyok, és hát engem hát hív a kötelesség, úgyhogy örülök, hogy megismerhettelek benneteket, de én most szerintem megyek és csinálom, amit az asszaszinok általában szoktak csinálni, hát parkúrozok, meg hát körbenézek. Ó, na hát szerintem kezdésnek megmásszuk ezt a tornyot. Ó, itt egy zászló, hello. Na, ezt fel is vettük, na de akkor most másszunk szépen fel. És akkor meglássuk, hogy mi a helyzet. Mász... így. Oké, hát már mindjárt fenn vagyunk. Ó, itt egy sas. Na, sasocska, Jici, menj innen. Altair bácsi most szépen ide feljön, és szinkronizál. Hát ez nagyon gyönyörű a kilátás. Na hát ez remek volt. Na akkor nézzünk csak körül tovább. Ó, hát ezt nem hiszem el. Ezek a szemét katonák már megint csesztetnek valakit. És mondják már végre meg. Nem baj. Éppen azért vagyok itt, hogy közbeszóljak. Na akkor gyerünk fiúk, mutassátok, mit tudtok. Ez már egyre intenzívebb.
Oké, már csak három ellenfél maradt. Oké, ez megvolt. Már csak ti ketten maradtatok. Oké, már csak te maradtál egy magad. Hát ez is sima ügy volt. Na, örülök neki. Oké. Na, már megint ezek az imádkozó sáskák. Szóval... gondolom, milyen bujkálási lehetőséget kapok, hogyha megmentem itt az ártatlan civileket. Akiket hát zaklatnak az őrök. Oké. Ezt a zászlót felveszük, és... Ojajaj, nem szabad, hogy a vízhez hozzáérjek, mert hogy Altair az, mint mondtam, nem tud úszni, szóval... Ojajaj, itt most nagyon óvatos kell, hogy legyek. Jajajajajaj. Csak nehogy elcsesszem. Jó. Hát pillanatra megijedtem attól is, akár a lábam beleér a vízbe. Félek, hogy attól is meghalna Altair. Annyira nem kedvelni a vizet. Na itt mi történik? Ó, szevasz öregem. Na mit csinálunk itt? Csak nem feltüzeljük a népet. Na, akkor beszállok én is. Mondjon le! Mondjon le! Na tehát mielőtt elindultunk volna Damaszkuszba, a mesterünk valami olyasmit mondott, hogy keressünk meg egy asszaszint, akit... Ajajaj! Opa, ez véletlen volt. Na hát már megint sikerült olyan katonákba belebotlanom, akik épp egy ártatlan civil csesztetnek. Ráadásul ez a civil ezúttal egy nő. Hát Altair akkor most nagyobb magabiztossággal intézi el az őröket és menti őt meg. Na, ez volt az utolsó. Na, ne aggódjon asszonyom, meg van mentve. Na. És... igen. Itt vannak ezek a kemény csávok, akik igazából arra jók, csak hogy talán üldöznének engem az őrök, akkor ezek majd, hát megakadályozzák azt, hogy üldözzenek, de hát ezek más játékokban is benne voltak, és hát nem nagyon vettem hasznukat, az itt az igazság, de mindig. Most oda, hogy fogok én felmászni. Megoldom, megoldom. Na hát ez... Egész zökkenőmentesen megy idáig. Na, akkor itt lesz valahol egy Informer Challenge. Ó, egy informátor itt van. Na hát, örülök neki. Na akkor, mondd csak mi a helyzet. Ez mi lesz? Informer Former Rooftop Race Challenge. Ajaj, tehát most el kell jussak egyik helyről a másikra ennyi idő alatt, de melyik helyre? Ó, most már látom, ott a kis térképen mutassa. Oké, megyek. Ezt nem hiszem el. Nem baj, megoldom. Hát ez most... hihetetlen. Jól van, mindegy. Akkor megyek gyalog. Remélhetőleg odaérek időben. Na hát menj is olyan messze, hát se perc alatt felérek oda, hát mi ez nekem? Még gyors ide felmászok. Mondom felmászok. Basszus Altair, ne nehezítsed meg a dolgot még inkább, hát csak felmászok már oda, hát nem mondnál, hogy nem vagy erre képes. Ez az. Jó, oké. Egy passzus. Nem baj, sikerült megoldanom. Ez az. The Rafik has asked me to observe the souk that Tamir calls home. Here's what I have learned. Namad. A group of troublemakers who gather around its southeastern exit. They and the guards do not get along. Find a way to earn their friendship, and they'll surely be of service to you. Mhm. Jól van. Itt van megint egy torony, amit megmászhatunk. Hát ha már itt van, akkor szerintem megmászhatjuk, csak... Valahogy fel kellene oda jutni. Hát megoldom. Altair mászásban hát... szerintem ilyen képességekkel akár a Mount Everestet is megmászhatná. Nem lenne neki nagy kihívás. Jó. Így. Na. Na hát. Milyen szépen süt a nap. A damaszkuszi időjárás, hát ez...
Ez nagyon felvillanyoz. Na, akkor még oda felmegyünk, csak na, kapaszkodj már bele ebbe a kis izé kiálló tuszliba. Na, jó. Oké. Fel. Akkor szinkronizálás. Nagyon-nagyon gyönyörű. Na akkor, ugrás egyenesen előre. Ugorj már! Na, azért. Nem engedelmeskedett arra, amit nyomtam. Na, jó van. Most ugye szépen lejövünk, és ahogy nézem, pont itt van egy eavesdrop, egy kihallgatós küldetés. Na hát, és pont itt van egy pad. Na, ide leülök, és akkor lássuk csak, kiket kell kihallgatni. Ah, őket ott. Or children. Either way, it's bad for business. All that noise! Someone needs to get up on those beams and clear them out. I wonder how they're getting up there. Must be through the central courtyard. Then we should ask the guard to have a look. Ah, they're all much too busy polishing the backside of their master. Mm-hmm. Jól van. Na, még egy nagyon fontos információt megtudtunk. Ó, basszus, véletlen meglőttem azt az őrt. Nem úgy gondoltam, véletlen volt. Most nem kezdek el emiatt harcolni önnel. Tekintse tárgytaladnak, kérem, ez nem volt szándékos. Előfordul az ilyenet. Na pont, biztos 1000 ember megy neki egy másik embernek, szóval... ez igazán nem nagy dolog. Hát, csak most hogyan fogom őt lerázni. Hát végül is ez pont itt van, szóval hát így. Az igaz, leugrott? Ó, nem, jön utánam, csak nincs neki annyi esze, hogy ide benézzen. Na hát, ez zsír. Ezt hamar leráztuk. Ajajaj, most majdnem leestem. Ó, na itt van még egy torony, amit megmászhatok. Jó, oké, akkor megmászom ezt a tornyot, csak szerintem ennek a toronynak a megmászását és a szinkronizálását azt majd inkább kivágom. Na, akkor szerintem menjünk oda ehhez az Assassin csávóhoz, aki, ha minden igaz, már vár bennünket, és ő majd talán tud nekünk néhány információt nyújtani a felől, hogy hol van jelenleg a mi célpontunk, akit hát ki kell nekünk nyírni. Amúgy, ami szerintem nagyon jól el lett találva, az a hangulata ennek a városnak. Tehát, oda lenézzünk az utcákba, lehet látni ott a nyomorúságot, meg hogy az emberek ott szegények, és hogy egyszerűen lehet látni, hogy mindenki már beteg, és hogy ez a hangulatot nagyon jól átadja ez a játék. Tehát tényleg, a hangulat az 10/10. Oké, okay, na itt vagyok, már csak ide be kell jutni, és erre az Assassin hivatalba vagy mibe, itt a tetőn keresztül lehet bejönni. Oké, és rendben van. Amúgy, eddig ez a kérő, hát eléggé otthonosnak tűnik, szerintem. Mondja, szevasz ember. Na mondjad, milyen információd van az én számomra? Persze csak a célpontommal kapcsolatban, ha lehet. Oof, if you'd heard the things they said, I'm certain you'd have slain them where they stood. It's quite all right. Yes, you've never been one for the creed, have you? Is that all? I'm sorry. Sometimes I forget myself. What business brings you to the mass? A man named Tamir. Al-Muallim takes issue with the work he does. I meant to end it. I trust you have searched the area to better understand your enemy. Yes. Here's what I've learned. Tamir rules over the Souk el-Silah. He makes his fortune selling arms and armor, and is supported by many in this endeavor. Blacksmiths, traders, financiers. He's the single largest death dealer in the land. And have you devised a way to rid us of this blight? A meeting is being arranged at Souk el-Silah to discuss an important sale. They say it's the largest deal Tamir has ever made. He'll be distracted with his work. That's when I'll strike. Your plan seems so... Tehát ez a Tamir, vagy kicsoda, ez állítólag valamilyen fegyverkereskedő, és több ember is hát neki dolgozik, többek közt kovácsmesterek, meg kereskedők, és oké, egy tollat muszáj volt magammal vigyek azért, hogy elindulhassak megölni. De én már készen állok, nem akarok én itt pihenni küldetés előtt, hát most na, nem mehetek most, vagy... Ó, értem, szóval, hogy gyilkosság előtt muszáj, hogy lepihenjek, és hát
hát így kipihenten indulok el megölni ezt az alakot. Hát végül is az energiára szükség lesz. Tehát az a lényeg, hogy ez a csávó a célpontom, állítólag egy nagyon nagy fegyverszállítmányt készül eladni valakinek, és ugye már most el lesz foglalva az, hogy ezeket a fegyvereket eladja, és hát nekünk ekkor kell lecsapni és hát kinyifontani őt. Na oké, ez nem tűnik nehéznek. Na akkor menjünk csak szépen tovább, és akkor lássuk mi a helyzet. Úgy ne, erre is ráugrunk. Na hát, parkúrozás ebben a játékban is eléggé, hát jó móka. Kivéve, amikor elbaszok valamit. Na mindegy. Megoldo! Hát tehér, miért nem odaugrasz, ahova kellene, hogy ugorjál? Ne legyél már egy idióta fasz. Ez nem jó. Na így, de felmegyünk. És ahol is kell amúgy... Á, oda kell, hogy menjek. Oké, ki is jelöljük. Jó, akkor oda kell, hogy menjünk. Oké, már itt is volnánk a célpont közelében. Jó, mint egy igazi assassin, felmérjük a környezetet, és... Lássuk csak, hol van a célpont. Én nem látom. Lehet, hogy még nincsen itt. Azt ez... jól hallom, valami nő itt pénzt kéreget, mert... Hát, ha jól sejtem, nem él túl burzsú életet. Hitte volna. Hát, hogyha nálam lenne pénz, de mivel ebben a játékban nincsen valuta, ezért hát... nem tudok pénzt adni. Nagyon sajnálom. Na, ez a kettő közül valamelyik a célpont. It is a difficult route. Would that you could produce weapons with the same skill as you produce excuses. Azt a mindenit, ha jól nézem, ez a csávó, ezt az öreget nagyon nyaggas arra, hogy még több fegyver kell, nem állítottatok elő elég fegyvert, mint amennyi a klienseimnek kell. Mondja, hogy ne, a kliens nagyon túl sok fegyvert kér, és nem tudunk ennyit előállítani ennyi idő alatt, meg ahova még el kell szállítani, nem egy egyszerű hely, ahová lehet szállítani, és az igen, leköpted az öreget. Csak azért, mert a hihetetlen nagy elvárásainak nem tudott megfele... Elővette a tört, és most... Ajaj. Mi? Jézusom, basszus. Azt a kurva, ez most... leszúrja az öreget, hát ez... Hát ez... Na bazd meg, és így... Szegény öreg. Nem tudta teljesíteni az öreg azt, amit ez a csávó elvárt. Nem tudott annyi fegyvert előállítani, és most... Jó van, hát én biztos vagyok benne, hogy ebben a korban sem volt egy túl illendő dolog így mindenki előtt leszúrni egy öreget, úgyhogy hát barátom, itt az idő, hogy megkapta méltó büntetésedet. Ójaj, az igen, nem engedte, hogy leszúrjam. Hirtelen megfogta a kezemet, hát ez hihetetlen basszus. Nem baj, ettől függetlenül megdöglözte a szemét. Hogy képzelte ezt, hogy megölt szerencsétlen öreget? Ez. Hát ennyi voltál, tesó. Nem jelentettél túl nagy kihívást, te se? Az igen, tudom mozgatni a kamerát ez a kis cutscene közben. Ez benő. Az igen, bírom, hogy most nagy beszél a csávó és átérnek a fejem, meg most nem is mozog. Ah, igen, és gondolom most megtudjuk, hogy ez a csávó bizony nem egymaga, hát munkálkodott. Vannak neki hát szövetségesei, társai, akik hát egy nagyobb célért fognak össze, és hát egy nagyobb dolgot akarnak elérni, de még egyelőre nem tudjuk, ugyanis
9 célpont, akik tehát majd meg fogunk ölni a játék során, azok hát... nyilván templomosok, hát ez most nem nagy spoiler, de templomosok, hát kiitte volna, akik ellen assassinok küzdenek. És ők egy közös cél érdekében teszik ezt, és azzal a tollal letöröljük a vért a nyakáról, oké. Hát ez megvolt. Na ilyenkor mit kell csinálni? Hát ilyenkor el kell futni, mivel hogy... mivel hát most látták, hogy kinyírtam ezt a csávót, és hát innen most el kell tűnni, minél hamarabb. Ujjjjj, futi van, de ajajaj, ez... Oké, összejön. Obaszus, nincs több izé gerendom, mire tudnék ugrani. Majd megoldom ezt. Ki Spider-Man ezem a dolgokat. Így. Na, ez az, el fogunk menekülni. Oké, tehát mint megtudtuk, ez az alak egy magasabb célért hát munkálkodott, és hát még meg kell ölni neki a társait is, ugyanis ő csak a kirakónak az egyik darabja volt, mondhatni, ez érdekesen fogalmaztam, de mindegy, a lényeg ez volt. Jó, most ajaj, már megint észrevettek, pedig pont hogy leráztam őket, egyből megint megláttak. Ajaj, nem baj, lerázom őket máshogy. Hadd a szépen süt a nap. Na, hát ez a damaszkuszi kiruccanás eddig egész, hát egy jól alakult, azt kell mondjam. Igaz, egy hotelbe sem tudtam ellátogatni, így nem tudok értékelést adni. De nem probléma. Ajajaj. Ajj, nem engedj, hogy leszúrjam, mert lát engem. Na, ennyit rólad. Most ide gyorsan felmászunk. Remélem nem dobálnak majd meg kövekkel. De lehet megdobálnak majd, de remélhetőleg nem fogok lezuhanni. Oké. Eljövőre nincsenek őrök, akik megdobálhatnának. Na. Újja, itt kellett nekem mondani, már itt van egy. Nem baj. Majd megoldom. Na gyere csak fel, barátom. Hát, sikerült. Na. Ez összejött. Na. Menjünk szépen tovább. A nap még mindig. Nagyon jó az időjárás itt Damaszkuszba. De már csak valahogy fel kellene ide jutni. Hát ez nagyon király, és pont most van a déli harang is, hát ez nagyon... Ez egy tökéletes gyilkosság volt. Nem tudják, hogy ki volt az, nem tudják, hogy miért, vagy de van egy sejtésük, hogy miért, hát egy köcsög volt a csávó. És ujjjjj, bazeg! Majd pillanatra azt hittem lelök. Na itt az idő, hogy meghaj, barátom. Haj már meg! Na, azért. Na, sikeres küldetés. Kinyírtuk a célpontot. Altair, a legendás assassin, sikerrel járt. És most akkor szinkronizálunk. Utána pedig majd leugrunk innen. De először szinkronizáció persze. Úgy kiállunk ide. És akkor szinkronizálunk.